Sziasztok, PC Guru nézők és társalgok! Itt vagyunk Bodakkal, Ádámmal. Hello! Én Böjti vagyok. Nagyon örülök, hogy megkaptuk ezt a játékot az Underground Games-től, mert hogy ez teljesen out of print már, tehát ezt nem lehet beszerezni, úgyhogy ez már csak ilyen presztízs dolog, hogy ezt be tudjuk mutatni. Természetesen le lehet vadászni eBay-ről, vagy Board Game Geeks-ről. Innen, onnan viszont eladóktól. De a Board Game Geek-en is biztos, hogy fent van a Marketplace-en, de boltban már nem megvásárolható elvileg, viszont ugye PC guruként már csak a témája miatt is jó, hogy be tudjuk mutatni. Hát ugye a Jedi Alliance az egy klasszikus és taktikai játék, igen. Csapat alakú taktikai játék, így a XCOM-hoz lehet a legjobban hasonlítani, csak egy kicsit más a körítése neki, ugye itt nem földön kívülieket ritkítunk, hanem diktátor ellen harcolunk, és nem az emberiség védelme érdekében, hanem megbízásból. Hát ilyen zsoldosokkal. Zsoldosokat bérelhetsz föl, ugye az eredeti PC-s játék első része az még 1995-ös. Igen, az volt az első, a második az 99, elég nagy modern közösséget tudhat magáénak a mai napig is, az volt az igazi, a klasszikus, és azt is veszi alapul egyébként maga a játék, annak a karaktereit, szereplőit és főellenségét, a Dirdrannát, remélem, hogy jól mondom, mert olyan érdekesen van írva a neve, ő lesz benne a fő gonoszunk, aki ellen majd hosszú-hosszú küzdelmek árán, vagy akivel hosszú-hosszú küzdelmek árán remélhetőleg leszámolunk. Igazából egy hosszabb kampánnyal rendelkezik, amit apróbb részletekre bontva lehet lejátszani a saját kis zsoldos csapatunkkal, akik hát nem halhatatlanok. Azért ez is egy jó kis 40 oldalas szabályfüzettel rendelkezik. Térkép. De itt fogunk felszabadítani. Top secret. Mentés. Mindenből van német verzió, illetve angol. Hát a német jutott. És akkor ugye a rulkó, aminek a felszabadítására indulunk. Több lapocskából állítható össze a térkép, ahogy itt a gyors átlapozásnál is látszik. Ugye a különböző szenáriók, nyilván növekszik a nehézsége. 12 összesen. Folyamatosan. És hát mellette sajátokat is igazából ki lehet találni, és össze lehet rakni. Ez lenne a lényege. Egy idézőjelbe módolhatom. Ezek igen. A helységlapkák, mondjuk úgy, területlapkák, egy-egy szektor, ami különböző zónákból áll, és akkor abból építhetjük össze a térképet. Két hát elég sok. Ugye megvan jelölve, igen, van variációs lehetőség bőven mindegyiknél. Ez ugye ez a klasszikus videójátékos dzsungeles. És akkor mindegyiknek a túloldalán is van. Megjelölve a különböző területek betűvel, tulajdonságait, hogy dzsungelről van szó, mocsáról van szó, kockák. Jó, sok dobókocka. Igen, a cím különbözteti meg abban, hogy melyikkel mekkora esélyed van sikerdobni, vagy bukásdobni. Ugye, mert vörösebb annál. Elvileg annál jobb, de most erre nem mernék. Igen, annál jobb, annál nagyobb sikert lehet vagy bal szerencsét dobni. Életerőjelölők, fáradtságjelölők, mert hogy a katonák a harcban fáradnak, és vagy életerőt veszítenek attól függően, hogy milyen találatot kapnak. Ugye a csapatunkat magunk állíthatjuk össze, onnan is a nevek ismerősek lehetnek azoknak, akik játszottak a, mondjuk úgy, hogy a modern időkben jobb sorsra érdemes PC-s játéknakkal. Vérmacska. Mert, igen, van vérmacska, ellenfelek, mesterlövész különféle ellenfelek, eseménykártyák. Különböző hasznos és kevésbé hasznos dolgok történhetnek. Egész jók az illusztrációk egyébként, nem az a kiemelkedő, de egész jó ahhoz képest, hogy a műfaj
ma annyira nem ez a jellemző. Igen, hát hozza a hangulatot, és akkor a két diktátor, akivel szembeszállhatunk. Illetve három. Három, hát, igen, mert akkor az egyik, az, egyik az fordítható. Így van. Ugye ő a második résznek a gonosz román királynője, aki eltakarítja a férjét az útból, és annak a megbízásából megyünk felszabadítani a szigetet, főleg pénzért. Itt vannak a karakterek, és ahogy nézem, elég sok. Igen, igen, vannak többen is, egyszerre maximum hármat, vagyis négyet, hármat vagy négyet vezényelhetünk csatatéren, és mindegyik más-más tulajdonságokkal bír. Hát megvan ott az... Fogsz rám megszem. Nevek ismerősek lehetnek. Igen. Mindegyik más-más, van egy spéci képességük, ugye, és más kezdő szívósággal indulnak, illetve életerővel, másban jók. Tehát van a parancsnoki képesség, a tárgyjavítós képesség, mert kopnak a tárgyaink használat közben, ugye elsősorban a golyóálló merényre kell gondolni, hogy ez nem bírja végtelenni. Ja. És a gyógyítás, orvoslás képessége mindegyikük más-más szinttel bír, és akkor azt határozza meg, hogy az adott képességet megigénylő akciónál hány kockával dobhat, hogyha érthetően fogalmaztam meg. És akkor ugye a különböző tárgyak, vagy eszközök, fegyverek. Fegyverek, felszerelések, golyóálló mellény, megvan mindegyiknek, hogy alapból mivel indul, tehát nem mi válogatjuk ki, és akkor adott szenárió szerint húzhatunk közülük, vagy kaphatunk meghatározott felszerelést. Mindegyiknél ugyanúgy a fegyvernél is megvan a lőtávolság, hogy csak adott mezőre tudunk lőni, szomszédos mezőt átlőheti, de ugyanez igaz az ellenfelekre is. Tehát a mesterlövésszel nem jó összeakadni, mert az bárhonnan rád lő. És jó, meg vannak különböztetve a kártyák is. Egyébként dizájnra nekem nagyon tetszik, pedig ezeket a háborús témájú és hasonló játékokat általában annyira nem szeretem. Itt vannak események, ahogy nézem. Hát én azokat rakott fel az egyes szektorokra, és azt határozza meg, hogy kilapul ott hány és milyen ellenfél. Ugye előre nem tudod, hogy mivel állsz szemben, be van határozva, hogy melyik milyen nehézségű találkozás, közepes, nehéz vagy könnyű, és akkor azt szerint fordítod föl, hogy melyik mennyire gázos a te szempontodból. Amik az ilyen eléggé minimalista. Hát az csak annyi a lényeg, hogy felfordítod, és utána ledobod a pályáról, vagy a területről. És akkor az mutatja meg, hogy oda belépve éppen mi történik. És hát amit általában mindenki szeret. Minik. Ugye a karakterek. Mini-minik. Google-os késelős bácsi. Hát elég aprócskák, na. Igen, kicsik. De egyébként megmutatósak. Vannak ilyen egyszerűbb ellenfelek, páncélosok, mesterlövészek. Ők is mind ismerősek lehetnek a alapjátékból. Akkor ő lenne a vércica. Kutya helyett. Igen. Tudomító dzsungel mutáns macska. Még itt van egy karakter, és hát a csúcs. Ennek van súlya is. Hát egy tanknak kell, hogy legyen, mondjuk, hogy honnan privatizáltak egy M1-es Abrams tankot, azt nem tudom, mert tehát ez csak egy játék. De jó, érdekes. Tehát aki szereti magát a sorozatot, meg magát ezt a műfajt, azt szerintem ezzel azért elszórakozhat. Nem tudom, hogy maga a játékmenet az mennyire jön át, illetve mennyire jön át a hangulat, meg ilyesmi, de így szimpatikus amúgy. Egy Dungeon Crawler extrákkal. Ja, majd a cikkben meg úgy is megírod, hogy, hogy mennyire működik. Igen, hát majd a gyakorlatban kiderül. Mindenesetre az biztos, hogy nagyon, nagyon köszönjük a kiadónak, hogy ezt így feltúrta még.
lényegében a saját példányokból már, tehát amit így sikerült eltenni későbbre emléknek, vagy nem tudom, hogy saját példányokból, vagy saját példányból. Mert azért ez nem semmi, hogy ez még így sikerült hozzájutni, úgyhogy már sehol nem kapható. Úgyhogy köszönjük nagyon, remélhetőleg tetszett nektek is. Hogyha játszottatok vele, vagy magával a videójátékkal kapcsolatban van véleményetek, az utolsó résszel kapcsolatban valószínűleg tudjuk ezt a véleményt. Meg ez az előttével. Mert jobb sorsa érdemes, maradjunk abba diplomatikusan. Igen. Igen. De hát most ugye megvette a THU Nordic a jogokat, úgyhogy tulajdonképpen az ő égiszük alatt jelent meg a társasjáték is. Hát, hogy a jövőben esetleg még egyszer nekifutnak-e vagy sem, az majd kiderül. Hát nagy múltú sorozat, úgyhogy már csak azért is tényleg érdekes volt számunkra ez a társasjáték, meg azért is szerettük volna megmutatni nektek. Úgyhogy tényleg a véleményeteket szívesen olvassuk, reméljük, hogy tetszett a videó. Iratkozzatok fel, csengettyűzzetek, kövessetek minket, legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok! Hello!